Ha meghal az egység, akkor többé nincs kétség. Minden létezik a Szent Háromság. Tök hülye vagyok, nem azt kellett volna eldobnom. De eldobtad, ezért. Jó, eldobtam, legyen így. Na. Visszaveheted még? Mehet. Hát te csinálod a mehetést. Alfa. Igen is, igen. Na, még mind a kettő egybe van. És ilyenjeim vannak. Az, amelyiket azonnal meg tudod ölni, annak örülünk a legjobban. Mert akkor az kiesik a körből, tehát ő már nem fog jönni. Na most az van, hogy én tulajdonképpen... Igen, ez csak hármas range. Ezt ez így még... kiesett a kezembe. Igen, tehát mozgós kártyám most konkrétan nincs. Viszont... hát ez is háromra van tőlem, tehát... Ja nem, az nem én vagyok. Ja értem, úgy egyszerű. Te az vagy, akinek egyenesen áll a fegyvere. Akkor viszont a legdurvább az, hogy semmit nem tudok csinálni. Vagy... Nincs leírás, hogy discardol. De két movement pointért ezt tudom discardolni. Igen, és én tudok egy lapot discardolni. Ezt most discardoltam. Én tudok egy lapot discardolni, és akkor te kapsz a... Movement points equal to the number of cards discarded. Aha. Egyet be tudok áldozni. Nem biztos, hogy kell. Várjál, tehát... Eldobja, azzal van neki kettő. Aha. Ha ide jövök, aha, akkor én már is 1-2-3-ra vagyok tőle. És akkor double barrel blast-tel. És double barrel blast-tel oda fogok csapni. Ja, jól hangzik. És ráadásul az adjacensek is kapnak azért. Ne! Megkapják, csak az adjátszensek ne! Na, én akkor ezt fogom tenni, tehát én akkor ide szépen kijövök. Igen. Nagyon jól hangzik. És ezzel a Double Barrel Blast-tel. Igen, ez van minden videónk, van a Raptor karmok, mert... De jó, hát nekünk tudod, mi van a Border Collie, képzelj 20 kilósat. A fenyőfát felborítja meg innen, amikor... Nulla! Nem. Vagy öt. Öt. És várjál csak, és ugye ráadásul... Melyiket lőtted őt? Várjál, és ugye egyet még át is pörgethetek bárhova. Ez az én tulajdonságom. Tehát ez nem öt. Őt lőtted, ugye? Igen. Nem, őt lőttem, őt nem tudom. És ilyen nem tudod lőni? Nincs, de miért nem költöttem el egy kártyát azért, hogy közelebb menjél és tudod azonnal lőni? Hát, szomorú történet, sajnos. Jó, ő kap egy splash-t. Hát ha, ez ugye, hogy működik pontosan? Ha szeretnéd, akkor dobhatsz. Nem. Figure suffers one damage. Ja, igen, for igen. Nem muszáj dobni. Hát... Akkor... You may roll one red die. Nem tudom, szerinted dobjál? Szerintem azért mégiscsak megpróbálnám. Ha a pókembernek a nagy lénye vagy, akkor dobhatsz. Értem. Kaki démon. Szóval a fete... A fete. Megtetted, én megtettem mindent. Amit tenned kellett, kivéve azt, hogy mozogtál egyáltalán többet, és inkább megölted a kaksit. A következő? Bravo. Megölted a kaksit. Bravo! Na, most te megölted a kaksit. Én megölöm a kaksit, az, amiatt ne félje. Először is... Ma reggel nekem is meg kellett volna a kaksit, de aztán volna? Későn keltem. Na mindegy. De hát az volt is lett volna, csak itt elrejtettél? Jaj, Dávid, dugdossam. Még dugdossak? De hát az volt. Nem akarom tudni, hogy mit dugdosan. Na, őj. Én felhúzok kettő... Akciókártyát. Igen. És ölsz. Bocsánat. A hármas... Rapid Fire-ömmel. Igen. Én... Technogol 10. 1-2-3-at tudok lépni. 5-ös range-re lövök. Igen. Úgyhogy abban benne vagy. Igen. Egy pirossal és egy feketével fogok dobni a testedre. Igen. Most. Jó, és mit tud még ezen kívül a Rapid Fire? A Rapid Fire azt tudja, hogyha eldobok egy Plasma Rifle kártyát. Igen. Akkor megismételhetem ezt az atakot. Yeah. Ez 3.
abból én, ez egy speciális ikon, amit húztam. A speciális ikon az egyet véd ki a kakódémonnál. Akkor kettő damage-et rakjunk rá. Nem akarsz megismételni még egyet? Vagy, ja nem, akkor se ölöd meg. Mert én akkor ezt, még hármat sebzel. Én ezt meg fogom ölni, ne aggódj el semmi miatt. Figyelj, mi csak hátradőlünk és hagyjuk, hogy a főnök csinálja a dolgát. Jó, lehetséges, hogy retardált vagyok. Lehetséges, hogy nincs nálad még egy Plasma Rifle kártya? Igen. Mert hogy... Lehet, hogy az volt összesen maga? Az egész pakliban van három. Igen. Mert minden fegyverhez három laptop. Ja, akkor viszont... Semmi probléma. Ha valamit alakítsál felnök. Ne aggódj el. Ezért követnem? Ne aggódj el főni. Egy three round burst-öt kijátszom a második akciómból. Három pirossal fogok dobni rád, hatos range-re. Ez azt tudja, hogyha eldobok egy kártyát a kezemből, nem, akkor újra dobhatok egy másikat. Megcsináltam ilyen. Ez hat. Ez talán akkor így jó is. Felcsapok egyet, az egyet kivéd, az öt, akkor meghalt. Az meghal. Mármint, hogy meg egy, igen, az előzőből is. Kihúzzuk belőle a... Igen, megölted. Ezt rakod a... Kidobtad a maxot. Kidobtuk a max. Jó, ezzel mit csináljunk ezzel az... Azon a kettes azt a max. Azt ad ide az ilyen stun ikon csak. Azt igen. Szeretem. Kettes a max. Már max. Lehet, hogy nem volt benne a max. De. Benne volt a hatos dobás. Benne volt? Benne volt a hatos dobás. Nekem itt még van három speedem, amit felhasználhatok. Ja, nekem... Várjál. Ide kell jönnöm sajnos, mert hogy itt nem tudok bemenni, mert én nem repülök, csak a kutya fejű. Ilyenek ezek. Ja. Jó, én ezeket diszkárdoltam. Igen. És húzol újra. Ezeket diszkárdoltam, és nem egészítek már öt lapomat. Hogyan öt lapod? Invader, az nincs. Azért, mert Invader, volt egy ja, Glory Killes plusz egyem, és húztam. BZ. Én? Nem, azért. Charlie? Azért mondom. Charlie-val fedezékben vagyok. Akkor te ezeket most elbuktad, ugye? Igen. Azt hát ugye erre megyünk tovább, szóval itt most felfejlődésileg kéne szerintem. Igen, tehát most még ne nyissam ott az ajtót a közelünkbe, igaz? Hanem menjünk a sárgáért, ugye? Mert nem, addig ezt, nem tudod ezt, jönni. Nem, ezt nem nyitjuk azt semmiképpen. Tehát először körbe megyünk ezért, mert hogy... Vettem. Túl sok lenne. De várjál, az van, mert hogy minigán, nem? Vagy a ez piros, mit spawnolsz a pirosra? Vagy ezt meg minden szabad tudnunk? Hát nem tudom, hogy szabad-e. Mondjuk jobb, ha nem tudjuk, mert én valami a miatt... A piros az rosszabb. Én kék, valami... sárga, piros, így vannak nehézségi sorrendben. Aha, akkor... Ott konkrétan bejön Matolcsi György, úgy, ahogy van. Úgy, ahogy van. Akkor jó, akkor megyek a sárga felé. Sehogy, mert nincsen mozgás. Hát akkor bőrnölj el egy kártyát, és lépj el hatot. Bőrnyomjál. Magnum shot. Quick shot. Quick shot. Tessék. Az egy milyen jó joystick volt annak. És akkor te ezzel úgy lépsz, hogy 1, 2, 3, 4, 5. És akkor ezt felvetted. Fölvettem. Fölvetted, ezt tudjuk, hogy ez ennél a karakternél van, ez nálad van, jó? Tehát, jó. Hogyha ez meghal, akkor az ott esik földre, ahol ő meghalt. Ne halljál meg, ez a javaslat. Innentől kezdve ez a feladat, hogy nem szabad meghalni. De hát ez... Bocsánat, hogy ilyen extra súlyokat rakunk rád, de... Easy. Itt van neked még egyet. Igen, kék van, meg egy piros. Hát ja, nem véletlenül nem nyitogatjuk azt a rohadt szobát most meg. Egészítesz háromra. Igen. És ennyi. Ugye, nincs körlimit itt se, ugye? Nincs. Hát a kör végén kellett volna tenni a izémre, hogy erősödött volna, nem tettünk, tök mindegy, mert meghalt. Kijön a két invader lap, mert ugye nincsenek bent invaderek. Aha, és akkor mi jövünk. Szogun. Meghagytuk a HP-kat, ami szerintem igen, jó lesz. Azért később vissza lehet jönni, persze. És akkor... Szerintem nyissuk ezt. Alfa. Az én vagyok. Gyere fel, te is ide. Mindjárt megnézem, hogy valamit el tudok-e. Én egy... hát vagy van egy repositionem. Várjál, de hogyha én azt... kinek adom? Bárkinek. Neked adom, mert te,
Nem. Mindegy, mert ja, most ja, még ja. úgy sem tudom, jön, de ő most nem akar két action-t. Tehát, hogy... Akkor abban a pillanatban, amit megkaptam, húzok egy negyediket, igaz? Így van. Na most az van, hogy ugye van egy repositionem, amivel hármat mehetek. Igen. De hogyha ezt elburnolom, akkor sprintelek és megyek hatot. Tehát most ez nekem tök jó. 2, 4, 5. És akkor nyissam? Hát, kérdésem lenne, hogy ugye ha azt nyitottuk volna, nem akarnák nekem is pékek lenni. Akkor ugye minden aktivizálódik, minden summoning portál, ami az ajtónk belül van. Igen. De ha ezt kinyitod, akkor ez az egész terület. Akkor. Igen, de itt csak kettő van. Három. És ez milyen szín? Ez egy sárga. Szóval ott két kék van, meg egy sárga, itt meg egy kék. Annyi, hogy azok messzebb vannak, tehát mondjuk esetleg ott, ha, amíg ezek megérkeznek, addig le tudjuk kapkodni a többi. Meg ezt aktiválni kéne. De a sárga az milyen színű? Ja? Melyik a sárga alatti milyen színű? Nyugalom! A sárga az yellow. Jó, akkor én csak itt állok. Jó. Nekem 8. Akkor ezt itt véget is akkor felvetni a játékot. Én egészítek. Igen, de akkor visszakeversz mindent. Hát úgy történik, hogy a Marine aktivációja után egy Invader kártyát a remainingbe keverek bele. De belekeveresz, nyilván BZ-ben nem jön még. Tehát én már nem jövök még egyszer. Jó, akkor jó ez így most. Ha BZ kinyitja, akkor a két tilapotok mellé belekeverek még annyi Invader kártyát, ahány különböző típusú Invader jön. És hogyha mondjuk most jön az a se nyitja ki, én kinyitom. Igen. Akkor biztos, hogy akkor utána mindenképpen a két izé jön? Igen. Tehát akkor magyarul, te nyisd ki. Én nyissam ki, igen. Igen, vagy jó. Pedig várunk még egy kört, de az nem jó. Nem, annak nincs nem, sok olyat nem tudunk csinálni. Nem, mert én mindenképpen egy embernek ki kell. Utolsó lépésemmel ezt és kinyitottam. És így leszakajtottad az ajtót? Így le. Tehát nincs semmi. Főtépte. Na, akkor... Köszönöm. Jön ugye két kék portál, meg egy sárga portál. Igen. Na, az első változat az ilyen volt. Én így nyitok ajtót, na. De hogy? Ja, ez nehéz talaj. Jó. Én tudok ott közlekedni. Igen, te vagy a közlekedő király. Szóval egyrészt ide jön... Én vagyok a nyugdíjasok réme. Három imp. Nekem nem kell jegy. Mi a másik variációd, amit még jöhetne egyébként? Mondjuk így. Kik ezek, mik ezek? És miért? Ez így konkrétan egy három nyugdíjas. Jöhetne két imp, meg két argent token. És akkor imp. Emellett ott is van egy kék. Nincs ennyi imp, gyerekek. Még jó. Az lenne a kérdésem, hogy Argent Tokent egyébként akcióért tudsz rárakni, nem? A kör, az egy kör elején tudok eldobni lapot, és azért cserébe kapok Argent Tokent. És... Igen, de ráhelyezni nem action neked az véletlenül? Ráhelyezni? Nem, mert azt úgy húzom, hogy vagy ide húzom, vagy ide húzom. A ráhelezés az, ha ide húzom, akkor a saját lábánál fel kell pakolnom. En ideig. És oda és meg... Jó neki. Jön vagy két... Vagy egy politikai közszereplőnek a lányát. Egy revenant. Így. És nyilván a revenant kapja majd a tokent. Dicsérete. A revenant nem tetszik. Revenáns. Jó, igen. És azt fogom csinálni... Aranyos kis csápjai vannak a hátán, kár, hogy lő belőle dolgokat. Ez amivé át lehet változni a játékban, nem? Jó, és kapok még egy tokent. Tehát két imp, egy revenant, egy token. És azt fogom csinálni, hogy az impekre felrakok kettőt, a revenantra meg egyet. Mit tud az imped? Annak ilyen charged fireballja van, az azt tudja, hogy mielőtt támadnék, kapok két range-et, meg egy piros kockát a támadáshoz. Ja. És most fogom a két Invader kártyát. Hú, de koncentrál. Az, hogy 8-szor fog jönni. 8 karakterrel lép. Hogyha ő lép először. Akkor addig mi elmegyünk koncertre, és akkor visszajövünk. Ja, visszajöttök, és végén meg csinálok valami kaját. Jó, nézzük! Milyen hát persze! Invader! Ezt tudta, hogy ez ja, az biztos vagyok benne, hogy valahogy csal. Csak azt még azt nem tudom, hogy. Jó, na nézzük!
Az impekkel jövök először, mondjuk. Az impnek egy, deep impact. 2-3 mondjuk ideál. Nekem aztán nem az ideál. De az deep impact... De miért te itt átléptél? Impact, nem, igen. 1-2-3. Akkor átállam hozzá. Ugye, az gyakorlatilag egy ilyen nagyon komoly vérszerződés közöttük, igen. És tulajdonképpen a honfoglalás. Ugye az ős magyarok is ilyen picik Doom. Voltak ilyen közösségek. Dávid, mondjad! Két piros kockával szájba lőlek. De miért? Közvetlen közelről, gyere. Hogy lehet piros kockával szájba lőni? Ez 2. Hát az lófüle. Abból egyet megállnék is. És mega. Köszönöm szépen. És ha már itt vagyok, Kaci, akkor egy magnum shottal. Igen. Visszamennék rád. After a hostile figure performs an attack, you may play this card to perform this attack targeting that figure. Oké. Okay. Hello! Ez két darab fekete kockát jelent. Kérlek. Ezzel én négyet csapnék az arcodba. Abból kettő. Ez egy kedvenvaló kártya. Akkor kettő damage az rá is dobsz. Megy. Sajnos nem, mert ezekkel dobthattam volna hatot is. Oda rakjuk, tudjuk, hogy az az. Nem baj, fejre lehet állni a következőben. És kiállok én ezzel ide. Mert van még ugye mozgásom. Meg az imp egyébként is kap a támadás után. Kap a támadás. Következő imp. 1, 2, 3. A tiebox-ba van. Ez a kertész Doom. Idejövök, Dávid. Doom Garden. Megint engem? Megint téged. Doom Garden Warfare. Az ilyen két játékos mashup. Ez 3. Abból én negálok egyet, és akkor ez 2 vagy egy 3-osat. Hú, tényleg. Nagyon. És... Ez ugye... Mennyivel 3 lépéssel jöttem ide, ugye? Aha. Akkor maradt még egy, meg a támadás után kaptam még 2-t. Ez azt jelenti, hogy van 3. Igen. Mi azt jelenti, hogy van 5, vagy azt jelenti, hogy 8. Szóval ezzel 3 majd idejépek. Ráadásul ráállapogat ezek. Következővel 3-mal idejövök. Dávid. Dávid. Miért érzem, hogy te nem sokkal felveszed a sarokban azt a pakkot? Abból negálok 2-t, úgyhogy még egyet kérem. Egyeket így be... Jó. Beválasz, nem? Be. Nekem ez így rendben van. És akkor maradt még ezzel is 3. Idejövök 3-mal vissza. Már nem mer egymás mellé állni. Nem. És aztán ezekkel 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ezzel ide lépek, 1, 2, 3, 4, ezzel ide jövök. Ő... Na mindegy. Ő magaslat. 1, 2, 3, 4, ezzel ide jövök, és 1, 2, 3, 4, ó, az meghalt, nem, igen, ez a sak... Az meghalt? Jó. A sakszabály szerint ezt feldöntötték. Igen. Jó, és azon gondolkozom... Ne, azt ne csinál. Hogy ennek 4-es a range-e, az 1, 2, 3... Az pont rálát a Dávidra ez. Melyik? Ez. Hogy? Ez így egyenes vonalban rád lát. Hogy lát rá? Nem. Egy. Kettő, három. Az rám lát. 4, használom a Charged Fireball képességet, ami azt tudja, hogy hozzad 2 range-et, meg egy piros kockát. Szóval 6 range-em van. De várta, ezt várta, hogy mi azt mondjuk, hogy de nem látsz rá, hogy el tudja lőni. Nem, az ott, az tényleg rám lát, az már... Igen, lehet, hogy coverben vagy. Igen, coverben vagy. Azzal kiegyezek. Coverben vagy, ami azt jelenti, felcsaphatsz hogy... egy extra lapot. Bármit föl. Kicsoda? Kire, most kire nézel? Ő? Most, rám? De nem, én vagyok üzébe. Ő van coverbe, és ő meg tisztán. Nem, Dave az, Dave. Dave mibe van? Dave az sem. Nem, most te, nem, szürke gatyába. Hát ha nincs coverbe, akkor ez 2. Tehát akkor most direkt szándékosan Dave-et akarod igen. Meg. Na hát akkor... Meglőni. Abba az 1. Srácok, én egész eddig glory killelni akartam, meg mindenféle kellemetlen dolgot csinálni, viszont én vissza most fogok jössz, menni. Majd, igen. Majd mert még... bántanak, egész egyszerűen igen. Bántanak. Jó. Ugye? Na, mást viszont már nem tudsz most csinálni ebben a körben, kapitán. Igaz-e? Nem. Jó, akkor csapjunk egy következőnek húz. Jövő kártyán. Charlie. Károly. Charles. Hmm. Volna olyan kedvenc. Charlize Theron.
Jó, akkor nyomok egy charge-ot. Glory kill, ugye? Az úriember. Az úriembert, abszolút. Várjál, a charge... Ez kettő mozgás, és nekem tudod, nem kell plusz mozgás, meg... Mhm, jó. Jó? A kell a glory heal, glory kill? Nem. Azt... Na, most már az egyre jobb, tehát a glory, glory hol van és a glory kill van. A glory, glory heal. Heal. Jó. Hibátlan. Én ezt megvettem az a lesz ebből egy Benny Hill is, figyeld meg. A piroson át tudsz lőni? Igen. A szaggatott piroson tudsz átlőni. A piros az effektíve olyan, mintha egy fal lenne ott. Aha. Rohagyom meg. Na, tehát... Húzzál glory kill lapot. Igen, plusz várjál, mert draw one action card, tehát hogy ezt ha használom, ezt amúgy pont. Jó. És akkor kaptam egy ilyet, és várjál, és ebből bármennyit be tud gyűjteni ebből a glory kill lapból? Yeah. Jó, akkor ez main action volt? Nem, ez nem. Csak bónusz, tehát még van két main actionem. Még van két main actionod. És bónusz actionem is. Hú, gyerekek, hát ez. Gyakorlatilag végigmehetsz a pályán, letarolhatod, virágot szedhetsz, mit tudom én ilyenek. Jó, hát akkor legyen, ez három mint speed. Minden legyen, hat láb, legalább. És szárnyaid is legyenek, hogy a fene egy, legyen. Kettő, három igen. Lépésem van. Igen, mert hogy neki nincs és ez akadály. Csak az első actionje. Igen. Mik ezek? Killer Instinct. When you gain this card, recover 2 damage. Mindegy. Ó, jó, hát akkor lövök. Lövök. És lövök. Lövök. Quick shot. Nem, action, nagy action. Nagy action. De azt utána ki tudod játszani még. Ja. Tehát, hogy két nagy actionod van most egymás után. Azt tudom, de nem akarok még. A sorrend mindegy egyébként, igen. A sorrend majdnem mindegy, csak hogyha mondjuk megölsz egyet aznak. Mert ezzel lépek is. Igen. Ezzel is. A quick shot-tal nem lépek az egyet lövök. Tehát, hogy ezt célzom. Igen, végülis az lehet, hogy ezt quick shot-tal megnyomja, és utána ennek is a fejére tud állni. Az is lehet, vagy pedig megölöm. Azt is lehet, persze. Tehát, hogy quick shot-olok, jó? Le-quick shot-olsz, és az... Quick shot, az két piros. Szerintem ezeket is így... Két damage. Három élete van annak? Igen. És speckót csaptam, a speckó annál dodge. Oh, jó, tehát akkor semmi nem történt. Semmi nem történt. De nem baj, mert a két akciód az még... Még mindig áll. Jó, hát áll. Akkor gyilkolom továbbra is ugyanazt, jó? Beleadok apait, anyait. Amait. Vagy ja, ne? A kapitány mi legyen? Kapitány! Hát én mit, én honnan tudjam? Figyelj, meglőjem három piros kockával, vagy kettő pirossal? Hátha. Szerintem lőd meg két pirossal, azt álljasz fejére. Két pirossal, add one black die to this attack for each other static rifle. Nincs. Jó, úgyhogy a két piros, az három. Három, jó az. Három, várjál. Bocsánat. Mert most kell még szólnom, igaz? De nem. Nem? Minek? Jó, akkor mehet. Nem hiszem, hogy hármat kidodzsol. Hát egyet kivédek be. Egyet kivéd? Ja, az igen, de most mondhatom azt, hogy szeretnék rerollolni egy pirosat? Nem. Tehát most már nem, későn most már szóltam, nem. Igaz? De nem akarsz. Nem. Mert hogy most kapod két damage-et, és megfogod azt a... Mi volt ez? Ja. Sziszt. Jó, akkor olyat tudok-e, most hogy Benny Hill. Ezt glory kill-elem, igaz? Igen. Ha odalépek, és aha, utána még lőni. Hogy kimondta? Hát utána van még egy actionod. Mert ez most egy main action volt. Igen, de van két main van, actionod. Mert most te vagy a helyi masszába. Tehát most még igen. Ezt használom. Már mint hogy a nagy menő ezt. Glory kill-eled. Igen. És aztán utána van még egy actionod. Emiatt. Tényleg kapitány. Most megint így elképzeltem ezt élesben a harcmezőt. Igen. De én már nem lépettem. Nem azt csináltad, egész más csináltál. És közül jönnek a szörnyek, így roar, és ne, várj egy picit, nem roar, jó? Ezt most beszélgetünk. Jó, akkor... És a teleporterre, ha ráállsz, akkor azt tudod is aktiválni. Az azonnal aktiválódik. Aktiváltam, jó? Jó. És akkor most nyomok az aktivál. Egy three round is aktivál, ami meg három piros kocka. Három piros kocka. De...
Ó, ez 5. Ez 5. Na kacos. Mindegy, akkor nem fogom felhasználni a Felcsapok egyet, az 2-t kivéd belőle. Akkor csak simán meghalsz. Ja. Csak simán meghalsz. És elmozogja? Mindenképpen. 3-at tudok mozogni. 3-at csak? Mindegy, ide. Várjál. Csat. Nem, sokkal inkább csat, jó, nem? Jó, mert ott felezékben is vagyok a pirosnál, vagy az nem? Nem ilyen felezékben is vagy. Bravo. Mennyi gyógyulni, légy szíves. Jó. Naked. De jó nekem. Mesztelen. Jó. Húznod kell egy lapot. Majd a... mert az a kör végén a ja, igen. Játszom, jó, igen. A következő ja. Kör elején húzod. Igen. Jó, én egy repositionnál fogom magam és 1-2-3, felveszem ezt és legyógyulok az 5-öt. Igen. Jól van. És ezzel együtt valójában megmaradt az akcióm. Uh-huh. Úgyhogy én tudom esetleg azt csinálni, hogy 1-2-3 és 6-os range-re lövök. Jó, csináld azt. Mert azzal elkapod. 1-2-3-4... Ugyanúgy lövök, ahogy te lőttél engem. Úgyhogy... 3 piros kockát fogok erre elhasználni. Várjál! Ezen nincs valami. Hogyha discardolsz egyet, akkor tudsz egy... Egyet rerollolni. Hát ha van valami szarabb kártyád, akkor... Ja. Tudom, hogy pikk 2-es vagy ilyesmi, hát ez nem. Én azt hiszem, hogy ezek kelleni fognak. Akkor ne. Úgy érzed? Várjál! Ne! Az baj, hogy... Meg akkor is lehet, hogy üresen dobsz, tehát... Igen, de rerollolok egyet, na. Igen. Csat. Kurva élem. Megérte. Ennyi. Felcsopok egy lapot, ami egy speciális ikonomia dodge. Na nem is baj. Tehát ez a legrosszabb, ami történhetett. Nem, be. Felhúzok 4-re. Akkor ezért csapd ki a másik invádolót. Invádoló van. Invádoló. 5-öt tud mozogni a revenáns. Egy, kettő, három, négy, öt. Hát nem tud annyira előre jönni sajnos. És hogy sajnáljuk. 1, 2, 3, 4, 5, ide beállok. Ennek hány élete van? Ennek 8. Ez egy kör. És egy akkor ugye ennyi volt ez a kör, mert ő nem támad. Na. Úgyhogy újra keverjük ezt a papírt. Annyira nem vészes egyelőre az, hogy ezt igen, amúgy jók vagyunk idáig. És itt kapok egy tokent, amit rárakok az impemre. Ez nem történt már meg egyszer, de zsavimban. Ja, csak hogy ez egy olyan important lépés volt, igen, hogy ezt el kellett mondani még egyszer. Megkaptam. Impotikusak ezek a viccek. És kezdhetünk. Mert? Charlie! Hol? Igen, most megkaptam én, igen. Nem na. Szősz, hanem őszhaj. Károly. Mősz. Mi őszhaj? Nincs kevés őszhajam van. Nincs kevés őszhajad? Akkor sok van. Nekem csak a szakállam őszül, hogy rohadna meg. Valóban. Szakállam. A szakállam titkár, tudod, amikor még írni, olvasni tud meg minden. Na. Évek, Károly. Magnum nem shot. Nem. Charge, biztos. 3-round blast. Figyelj, ezeket olyan jó mondani azon a hangon, tudod, mint azért a trailer. 3-round blast. One hero. One hero with the magnum shot. Yeah. And the burst rifle. Na nézzünk. Már Démont játszik. Na. Ez olyan hang volt, mint amikor ilyen székrekedés, ez nehezen kapul. Hát 3-round blast, 3-at mozoghatsz. Ó, és a kör végén, ezt megint elfelejtettem, de ez is kapott egyet. Mert ugye a kör végén, akin az objektív van, az kap egyet. Ja. Ja, én is elfelejtettem, hogy a kör végén húzok 50-et. Na, mozgok egy charge-a. 1-2. Hogy nálad mindig van charge-om, hogy az... 1-2. Igen. Charge, és akkor draw one action card. Yep. Ez is egy bonus action. Nevetséges! Azt mondja, hogy
ha lövök... És most te vagy a... Ez 6-os range, 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor 5 eltudna talán. 5 is, és 5 is. 5, 5 hogy? Ha mozgok, nem? Nem. Nem. Ezt a, rálátsz. Ettől a saroktól, attól a sarokig. Ja, az már ilyen cover-ös. Rálátok? Aha. Cover, de hogyha csak ide lépsz, akkor meg már nem cover-ös. Figyelj, akkor mozgok egyet oda, ahova léptél. De melyiket akarod lőni? Simán, 3 round blast ide. És akkor jó, de melyiket akar, őt akarod lőni? Igen, őt szeretném lőni. 3 darab piros kockával. Azért mondom, jó, mindegy. Ne, ez teljesen jó. Jó. Mondja a kapitány, csak... persze, nyugodtan. Vagy lőjem a távolabbit? Simán lehet az, mert én azt terveztem amúgy, hogy itt voltam, igaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, akkor 5 lövöm, az is jó. Mert nektek messze van. Igen, az is jó, és akkor mi pedig... Jó, ezt akartam csak mondani, elnézést. Oké, akkor... 4. 4. 4. Nem védtem ki semmit. Akkor meghalt. Akkor ezt mindig elbörnölöm ezt a szarlapot, ami egyébként azt tudná, hogy kijátszhatnám a kezemből, és akkor adna egy dodge-ot. De nem, inkább fölcsapkodom állandójára. És tudok lépni. Ez lesz az, amire nem. Pretty. Nem. Tudok lépni. Szar ez. Majd amikor leszpawnol az Uber démonja, akkor bezzeg... Majd ő is pretty. Jaj. Jó van. És vissza is mentél. Oké. Egészíts. Mondd kérlek, hogy ki jön most, és hogy miért te. Az invaderek jönnek. De már csak négyen vannak azok ott. Jó, a Revenanttal fogok lépni. A Revenanttal! A Revenantnak 5-ös speedje van, ő 3-mal ide fog jönni. 5-ös speedje van, de majd a tankkal csak kell. Ezt követően... Emlékszem régebben a Revenantok. Ezt követően... Szerintem neki lesz valami AOE dolga, ami mindenkinek baromira fog fájni. Mondom én, van nála banyatank. Azzal szétcsap a emberek között. Ez mi? Azok a portálok, ahol ja, a világos az, erre fogod lőni ezt, Dávid? Igen. Hát az. Nyilván én vagyok! Jó. Azért, mert szerintem kapunk splash, csak csöndben jegyezném meg. Rám nem belül. Kijátszom a pokoli erőt, az azt tudja, hogy... olyanra lőhetek, akinek a legkevesebb a bekapott sebzés, ez most ugye ugyanannyi mindenkinek, úgyhogy választhatom Dávidot. Senkire. Hozzáadok egy fekete kockát, az egyébként 2 piros és 1 fekete kockás támadásomhoz hozzáadok egy fekete kockát. Oh. Ez fájhat. Jó. Egyébként, ha nincs splash damage, akkor is engem választana, úgyhogy teljesen mindegy. Jó, emellett kijátszom a Homing Rockets nevű képességemet, ami azt tudja, hogy mielőtt dobnék bármennyi kockával, megnézhetem a húzópaklid legfelső 3 lapját. És széttéphetem. Én is megnézhetem? És I can wipe my nem. ass with it. És cserélgethetsz, mert nem, akkor meg is... Nem, visszarakok, a másik kettőt diszkárdolom. Diszkárdok. Nagy valószínűséggel vagy egy 1-es, vagy egy 0-ás van bennem. És mindezek után dob egyet. És mindezek után meglőve. Tudnám egyébként értékelni, hogyha valami iszonyatos vérnyenget dobna. Lehetett volna rosszabb is. Az 5. Felcsapok egyet, akkor az csak 4. Kijátszok egy armort, akkor az csak 1. 2. Az armort 2-nek játszok ki. Ha felcsapod, akkor 3. Ja, akkor 2. Akkor 2. Miért? Just because Kaci. Mert Kaci azt mondta. És lásd kivel van dolgod, húzhatsz is egy akciólapot, mert a armor azt is tudja. Nagyon jó. Jó, ezt követően kijátszom az Explosive Blastot, ami azt tudja, hogy egy piros kockával dobok. A te akárhány kártyát kijátszhatsz? Igen. Elég gyorsan le kéne nyomni ezt a szartot. Nem? Az 2 damage. A szomszédosoknak, szóval BZ-nek, meg az ellen. Ilyenkor húzunk, vagy nem? Nem. Jó, nem neked is megint. Jelzi azt, hogy, hogy mi... De neked is jelzi, hogy valamit játszhatsz-e később, tehát hogy van egy main action-ed, és vannak... Nekem ezek a lapok olyanok, hogy ezt azután játszhatom ki,
hogy egy démon támadást hajtott végre egy nem szomszédos figura után. Ja. Azzal előtt játszatom ki, hogy dobnék a kockával, és a többi, és a többi. Ja. Jó, és akkor a Revenant ezen kívül azt tudja, van egy ilyen Assault nevű képessége, hogy az aktivációja alatt támadhat még egyszer. Egy Assault nevű képesség? Úgyhogy Dávid. Szia. Megint rád fogok támadni. Jé. Kijátszom a pokoli erőt, amivel ugye a legkevesebbet sebzett vagy vagy egában lévő emberrel lőhetek, mivel mindenki kapott kettőt, ezért rád is. Remek. Ez de ugye, csak ezért. Ez rád. Ugye hozzáad a két piros szeretem, és igen, szeretem, hogy megmagyaráz, hogy miért utált egyet. Két piros és egy fekete kockámhoz, ez hozzad még egy fekete kockát. Most nem tudom, lehet, hogy valami normálisat fogsz kihúzni, ugye, mert addig már nem, nem, hiszem. Nem nyúlt le. Négy. Kijátszom a Demonic Presence. De miért kell? Nevű cuccot, ami azt tudja, kijátszik, hogy bármennyi kockát újra dobhatok, úgyhogy ezt a háromot szeretném újra dobni. Lesz az még minden kijátszik, az a lényeg ilyenkor, ezt kell nézni. És ez továbbra így, is öt, öt összesen. Öt, abból én negálok, dodzsoltam. Ez a halott. Ez annyira... Kapitán! Isten, az a legszebb, hogy mindent bejátszom. Amit így összes sumákol ért a kapitán. Ezt megforgatom, ezt újra dobom meg, ezért, majd a végén azt mondja, hogy... Igen, ennyi. Azért ül a kapitány, látod? Edki. Edki, ez sikerül. Jaj, de szép. Kaptam egy homlokpacsit. Ez szép volt. Semmi közöm nem volt. Ez szép volt. Otthon zársz. Mindent hallod. Elnyomta az összes ultit. Nézzét, te vagy. Na, gyermekeim. A fönda. Az alfával, hogyha egyet lépsz, akkor... Nem, kell. Nézd csak. Például ezek elég jól meg tudják kezdeni. Az 1, 2, 3. Nézd csak, tehát alapvetően, hogyha én... 1, 2, 3 ide jövök, akkor én tudom őt. Tudod őt. Miért őt? Azért, mert tehát itt már ez a fal miatt... Ja, hogy az egy kurva fal. Tehát, hogyha ide belépsz... Igyekeztem életemben sehova sem belépni. Jó, Ja, csak ne felejtsd el, hogy utána van még három, úgyhogy vissza tudsz jönni ugyanide. Igen, igazad van. Meg még egy... Quick jó. Shot, tehát hogy itt, ott azért elég komoly damage-et lehet leszorni. Szedegessük le a körüle. Majd el is van egy ilyen dolgom, hogy... Micsoda fasz? Nézd csak! Van most egy ilyen tudszom, amit múltkor felhoztam, hogy két main action-t tudok egy körben csinálni. Ezt nem felhúztad. Ezt kaptad. Jó, hogy ezt kaptad. Ja. Jó, lassulok, erősen lassulok, de még kitartok. Na, tehát akkor... Oda mész! Tényleg az nálad volt ide? Azt te adtad oda neki adtad az nekem, előző igen. Kör végén. És most jövök én, igen. Na, ja, és jó, akkor... Oké, király. Tív. Ez két fekete, kivel lősz? És kire? Nagy arcúra? Nagy arcúra kéne, mert... ugye még ez... igen, még ugye splashelhet is. Jó ez a játékon. Igen, meg splashelhet, így van. És hát ráadásul ketten is vannak kettőre mellette, és ez aha, jó. Hibátlan. Te most szeretnék viszonylag erős killeket bedobálni a köztudatba. Ez négy. Na most ráadásul, bocsánat. Akkor talán... Ez akkor legyen inkább... Hat. Legyen inkább hat. Kéne dodzsolja. Négy. Kettőt, akkor négy. Az a kérdés, hogy... mert az most ugye effektíve egy valami mögött van. Hogy kérdés, szóval, hogy az egyiket tudja. Újat. Kérdés, hogy az egyiket fedezékként tudja használni az előtte. Biztos, hogy tudja használni fedezékként, mert hogy effektív. Figyelj, tőlem csaphatsz egy újat, mert hát ha az semmi. Ne, hát akkor csak játszok akkor onnantól végig így. Igen. Jó. Akkor jó. Nagyot lövi. Továbbra is. Jó, csapjad. Most kíváncsi vagyok. Csapok egyet. Jó. Csapok papot. Kettő. Same shit, jó van. Same shit, akkor négy damage, és nézzük, hogy mit kapnak a mellette lévő umpák. Egyet. Viszont emiatt már glory killezhetők. Bocsánat, kérdeznék, ez nem valamelyiknél volt? Nagynál van, csak nem visszük vele együtt. Jó. Szóval én még lehetséges, hogy
csapkodni. Rá quickshotolnál rá, rá olyan nagy kártyára? Hogy a fenében-e? Mert még az is lehet, hogy azzal aha. írtok. Tehát akkor én még gyorsan írtok egyet ilyen két kocekkal. Kire lősz? Gyanítom, hogy a nagyra kéne lőni, nem? Lőd a nagyra. És még mindig forgathatod. Lőd a nagyra. Jó, akkor hop 4. Istenem. Ez semmi. Akkor ezt is újra csapom. Az 1, akkor az 3-at kap. 3-at kap, egy élete maradt. Jó. Mi lájki, és akkor gyakorlatilag én visszajövök. Hát... Hogy ne is jöjjek már vissza? De. De szerintem mindenképp. És akkor elbörnesz egy lapot arra, hogy visszajöjjél? Mert vagy egyébként, tehát nézd. Hogyha ez 4 speed, tehát te csinálhatod azt, hogy rácsapsz még egyet, és aztán visszajössz. Igazad van. Na hát akkor... Kire lősz? Ha most már akkor ki kéne a nagyit végezni, mert az megint kap splash-t a többi. Jó. És utána ti meg a fejére állhattok a többinek. Szép. És az mondjuk legyen... Upszi! Ez meghal. Meghal! És splash-t mennyit kap a többi vagy? Az mindjárt az kiderül. Az egy piros kockányit. Getsződ! Meghaltak ők ja. is. Na, én úgy érzem, hogy ez viszonylag... A jó mulatság férfi munka kategóriájába esett ez a dolog. Nem, azt még oda kell menni és fel ja, kell menni. Ja, tényleg, akkor föl, vagy most csapom föl, vagy most hozom föl magam? A köröd végén. A köröd végén. Ja, az most van. És mozogni már ja, nem és, tudsz? Viszont innen akkor én már lehet, hogy nem nagyon mocorognék, mert az nem, tehát ha ennyire elől vagyok, az nem baj. Aha, azt csináljuk már úgy, hogy csak kicsit damage-eljük őket majd. Hogy glory kill-ezhessünk és visszatölthessünk HP-t. Meg gyűjtögethessük az extrákat. Jó. Aha. Jó. Jó, én szerintem... Igen, kapitány.